Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Filmbarátok Podcast és a Tunap Radio második kooperációja, abban a tekintetben, hogy ebben az évben is Oscar versenyt tartottunk, nem mással, mint a Filmbarátok Podcast-tel, ugye ismerhetitek őket, nagyon szeretjük őket, jó kis filmes csatorna, és ezúttal is itt van velem a Filmbarátoknak az atya úristene, Freddy D. Sziasztok, veszíteni fogunk idén is, érzem. De hát a szavazóitok a Twitter szavazás alapján nagyon bíznak igen. bennetek. És annál csalódottabbak lesznek. Jó, mondjuk, ti amúgy nyilván esetettétek a voksaitokat? Nem. Nem, mi sem. Jó, mindegy, akkor, akkor az emberek ugye reménykedtek, és ugye az alapján igen, elsőprő győzelmet arattatok Twitteren. Hát meglátjuk, hogy idén mi lesz. Aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, az volt az elképzelésünk, hogy az Oscar előtt minden tag betippeli, hogy mi fog nyerni az összes kategóriában. Mert ugye a Filmbarátokban is négyen vannak általában, és nálunk a Túlnápnál is négyen vagyunk. Mindenki leadja a tippjeit, Freddy ezt nagyon ügyesen összesített egy Excel táblázatban, és most lesz a nagy meccs, megnézzük, hogy melyik podcast talált el többet. És aki többet eltalált, az egy olyan ajándékot kap, vagy ajándékot adhat a másik podcastnek, hogy egy filmet meg kell nézniük, ugye a vesztes csapatnak. Tavaly mi bejelentettük előre a két alkotást. Szeretnéd ezt most is, Freddy, vagy majd a végén csak a... Szerintem a végén érjen a kellemetlen meglepetés. Jó, oké, rendben. Mert mi egy nagyon-nagyon jó filmet választottunk ki, igen. És nem akarom ellőni, hogyha netán nem mi nyernénk, és akkor jövőre tartogatjuk. Értem. De jó. Egyébként még azóta se bocsátottunk meg nektek a török sztárból azért, és néha ilyen trambulinon ugráló öregemberekről álmodok. Hát ezt a traumát, ezt soha nem fogjuk kiheverni. Igen, szerintem. Igen, az elég erős kezdés volt, szerintem nem is fogjuk tudni ezt überelni idén, de meg fogjuk próbálni, ha ez megnyugtat. Igen, azt kikötöttük, hogy semmi olyan filmet nem nézünk, amiben a török szó szerepel. Akkor egy kis időt kérek, nem, semmi gond. Annyit mondok, a döntés majd a tekezetben lesz. Tekezetben is lesz, hogy mit fogtok nézni, ugyanis három ajándékkal készültem, és te fogod eldönteni, hogy A, B vagy C doboz. Ez nem jó, mert akkor a többiek engem fognak szükségelni. Vagy inkább zúdítsátok a nyakamba. Akkor mind a hármat is megnézhetitek, szerintem. Nem. Jó, na akkor vágjunk bele. Egy pillanat. Annyit még hozzátennék, hogy a Gábor is leadta a tippjeit, tehát itt nem csak a Filmbarátok meg a Tune-up mérkőzik, hanem így versenyen kívül a Gábor is, aki tavaly természetesen ő neki volt a legtöbb helyes tippje, és idén is leadta a tippjeit, úgyhogy ő így versenyen kívül, de az ő pontjait is így strigulázom mellette. És ő egyébként hozzátok számít, mint pont, vagy ő egy külön entitás? Nem, ő egy külön entitás. Ahogy a táblázatban is látod, jó, ő egy igen. rubrika, és ő csak a dicsőségért meccsel, de ő egyébként előzetesen azt mondta, hogy nagyon rosszul tippelt idén, ami azt jelenti, hogy csak 10 ponttal fog előttünk járni valószínűleg, de... Mondjuk ilyen szempontból mázia van, hogy nem ment most tévébe ezúttal, mert kevesebb ember számára lett ez nyilvánvaló, hogy most ez nem annyira jött össze akkor. Szerint. És hozzáteszem, hogy idén sem kértük előzetesen a Gábor véleményét a tippekkel kapcsolatban, hanem már előtte, az oszkáros adásunk előtt leadtuk a tippeket, úgyhogy mi vagyunk a morális győztesek itt, hogy nem csaltunk. Egyébként hallhatjátok, hogy hallgatok, hogy ennek nagyon-nagyon nagy jelentőség van ennek a játéknak, tehát úgy tűnik, hogy Freddyek ezt igenis komolyan gondolják, és komolyan veszik. Hát az, hogy mi hogy szavaztunk... Török távol az utána csodálkozó. Igen, azért volt tétje, ez ebben igazad van. Hát nálunk nagyon komoly felkészülés volt, tehát én is egy honlapot rendkívül sokat használtam, ami ugye megjósolja általában az eredményt, random.org, tehát ez továbbra is nagyon komoly szakmai honlap, de szerintem akkor mindenki esetre vágjunk bele, akkor a táblázatot szerint haladjunk, ugye? Tehát, hogy az a sorrend. Team a Wikipédiáról másoltam ki a jelölteket, meg a kategóriákat, és elrontottak valamit. A legjobb hangkeverést, a legjobb hangvágással összekeverték, de ezt időben még észrevettem, és akkor sikerült kor. De mindkettőnél ugyanaz a film nyert, úgyhogy igazából tök mindegy volt. De, igen. De, igen. Még időben kiderült, szerencsére. Ja. Köszi. Tehát legjobb látványtervezés per díszlet, ugye volt a Fekete Párduc jelölve, a Kedvenc, az Első ember, Mary Poppins visszatér és a Róma,
És mi nyert, Freddy? A Fekete Párduc, teljesen megérdemelten. Azt a mindenit. És akkor, ha nézem, akkor tőletek ezt eltalálta a Sorter és a Gergő, tehát akkor kaptok így 2 pontot, tőlünk pedig Lóri, én és Gásper találta el. Mi 3 pontot kapunk, tehát akkor 3-2 egyelőről az állás. Igen. Következő kategóriát akkor rád hagyományozom. Legjobb operatőr. Jelöltek a Hidegháború, a Kedvenc, Műszerző nélkül, a Roma és a Csillag születik, és itt nem volt nagy meglepetés, mert a Romára voksolt mindenki. Előbb egyébként a Gábort nem mondtuk még, a Gábor a Kedvencre tippelt, úgyhogy ő 0 ponttal. Gazdagodott. Nem stiguláztam, elnézést itt. Ja, igen. Lóri, András és Gáspár, és nálunk a legjobb látványnál eltaláltam a Sorter Gergő. És a Gergő. Oké. Na, igen, és akkor legjobb operatőr, mindenki a Romára voksolt, és mindenki el is találta. Úgyhogy mindenkihez húzok egy strigulát, és akkor az eredmény 7-6. Nektek 7-6, így van. Ami egyébként... Ez a kategória szerintem, ahol mindenki lehet, hogy mást jelölt volna, de azt szerint tippelt, mint hogy a legnagyobb, valószínűleg igen, az nyelve. Ez jellemző volt nálam. Én egyébként általában úgy tippeltem, hogy mindent a Romára szinte, vagy olyan, ahol egy kisebbség az nagyon jól járna. Úgyhogy emiatt nagyon furcsán tippeltem helyenként, és lehet, hogy ez lesz a vesztünk, de jó. Hát egyébként én a repülőn visszafele jövet néztem meg például a Kedvenc című filmet, a Favorite-et, és hát elképesztő látványvilága van, és egyszerűen nem hittem el, hogy ennél jobb lehet a rovar, pedig ezt egy 5x5 centis kis tévén néztem ugye a előttem lévő ülésén, és még úgy is lenyűgözött a látványvilága, úgyhogy hát igen, a Roma az behúzta, pedig a Cuarónak azt hiszem ez volt az első operatőri komoly munkája, tehát ő eddig ugye rendezőként dolgozott inkább. Mm-hmm. Na mindegy, legjobb jelmeztervezés, The Ballad of Buster Scruggs, Fekete Párduc, a Kedvenc, Mary Poppins visszatér és Két királynő, ugye meg kosztümös film, tehát akkor jelölni kell. Itt már nálunk igen, csak megosztottak a jelöltek, de a Fekete Párduc nyert ezúttal is, ezt eltalálta Gáspár és én, viszont Lóra és Ákos nem. Tőletek nálunk pedig... meg senki. Mindenki a Kedvencre tippelt, és a Gábor is. Hmm. Úgyhogy menjetek a francba, növeltétek az előnyt. Egyébként ez abszolút ilyen 50-50 lehetett. Tehát ugye kosztümös film volt a kedvenc, tehát az volt a nagy kedvenc idézőjelben, viszont a Fekete Párduc meg ugye hát az etnikai oldala miatt, meg ott ez a színes afrikai jelmezek miatt volt előnyben, tehát ez ilyen érmefeldobás volt szerintem abszolút, hogy melyik nyer. Úgyhogy hát éppen mázink volt. Igen, az a Fekete Párduc lesz a vesztünk, én ezt már most látom. Hogy... Akkor meg kéne nézni, nem? Esetleg. Nem. Annyit nem ér. Mi lenne, hogyha azt adnám? Nem, ezt majd látom. Tényleg ilyet lehet? Eddig az összeset nagy... eltaláltad. Hogy? Meg a Gáspár is. Az összeset eltaláltad, meg a Gáspár hát is. Igen. Ezt... Kiutaztunk Los Angelesbe, megkérdezték az összes akadémia tagot, hogy mire szavazsz. Komoly előkészületek voltak, akkor jöjjenek a hangdíjak, szerintem ezt így egybe akár, ja nem egybe, mert össze-vissza szavazott mindenki, úgyhogy akkor inkább hangkeverésre térjünk rá, tehát Fekete Párduc, Bohém Rapszódia az első ember, Roma és Csillag születik, a Bohém Rapszódia nyert, és ezt pedig az én, tehát én nem találtam el egyedül, viszont mindenki más igen a csapatomban, tehát Lóri, Ákos és Gáspár eltalálta. Uh-huh. Nálatok pedig te és Black Sheep találtátok el. Akkor ez 2 pont. Aki nem tudná követni, úgy tűnik jelenleg, hogy 12 pontja van a túlnápnak, és 8 pontja a filmbarátoknak. És Gábor pedig a Csillag születikre tippelt hangkeverés terén. Gábornak egy tippje van eddig, amiben jött. Úristen. Melyik? A Slater? Operatőr? Az operatőr. Uh-huh. Jól látom. Igen. Kemény. Jó, hát még sok díj van hátra, de igen, ez így érdekes.
ez alapján nagyon fordulatos Oscar gálának tűnik, de higgyétek-e, nem volt az. Tehát, hogy a két és fél órás műsort körülbelül 30 percig néztem, mert annyit kellett pörgetni, annyira unalmas volt. Uh-huh. Hangvágást akkor kérlek. Akkor mondom, a legjobb hangvágás Fekete Párduc, Bohém Rapszódia, Az első ember, Hang nélkül és a Roma. Na, itt már össze-vissza voltak a tippek. A Bohém Rapszódia nyert, ezt nálatok az Ákos meg a Gáspár találta el. Úgyhogy húzom is a strigulákat, nektek van 14 pont. Nálunk meg a Black Sheep és én találtam el, úgyhogy ide is húzom a strigulát. Gábor, ő az első emberre tippelt itt is. Egyébként szerintem az volt a megérdemelt, nem azért, hogy így magamat mentegessem, de hát tehát, ha valamit ki lehet emelni abból a filmből, az a hang, tehát ahogy bánik, ott, főleg az űrhajóban szinte összeroppant a nyomás, és hát a Bohém Rhapsodia meg hát egy koncert volt, és annak tök jó, csak hát... A Sorter nálunk a Rómára tippelt legjobb hangvágásnál. Ott ez mi volt a hangvágás? Nem tudom. Ezt felírom, itt magyarázatot követelek. Ezt, hogy levágták az MP3-a elejét meg a végét, hogy köhögött a színész az utolszinkronban, vagy mi volt a... De eddig Gáspár talált el a legjobban. Öt találata volt. Gábor áll legrosszabbul egyel. Úristen, hát ez szenzáció van. Shyamalan írta az idei Oscart. Ja. Na hát ugyan a legfontosabb kategória animációs rövidfilm, ugye, mindenképpen a kedvenced, a Bao nyert, vagy ezt te húztad le, vagy valaki más volt? Valaki lehúzta. Na akkor nem te voltál, egy Pixar rövidfilm nyert, meglepő módon. Ja várjál, ez az a sütis... Igen. Úristen, ne! De, tényleg. De. Aha, igen. Átjött az üzenet biztos az akadémia tagoknak, az anyukáknak, hogy ja, igen, hát ez a... gyerek elengedéséről szól, csak hát... Ez egy elmebeteg marhaság volt. Jó, hát minden esetre tőletekes sajnos csak a Gergő találta el, tőlünk pedig Lóri meg és... a Gábor. A Gábor eltalálta, tényleg, Gábor, bocsánat, igen. Igen, álltok meg. Nálatok, a... Lóri és én, tehát akkor mi kapunk 2 pontot, ti pedig 1 pontot. Jelenleg 16-11, ha jól számolom, az állás... Igen. Jó, legjobb rövid film. Itt a Skin nyert. Igazából ez egy vad tippelgetés szerintem mindenki részéről, úgyhogy szerintem a jelölteket felesleges mondani. A Skin nyert, ezt eltalálta nálatok a Gáspár. De ez egy orákulum masszus, tehát ez... Igen, nagyon kemény. Nem tudom, azt képest, hogy írta, hogy idén is csak hasonlítésszerűen tippelt. Nálunk a Sorter mentette meg a becsületünket, és a Gábor, ő nem. Jó, úgyhogy akkor 1-1, 17-12. Uh-huh. 12. Eredeti filmzene. Na hát itt volt meglepetés, mert nagyon sokan a If Bill Street Could Talk-ra esküdtek. Ugye volt még jelölt a Csuklyások, a Kutyák szigete, Mary Poppins visszatér és a Fekete Párduc, és a Fekete Párduc nyert. Úgyhogy ezt a büdös életben senki nem találta el, úgyhogy legalább nem kell pontokat számolni. Legtöbben úgy nézem, hogy a Beale Streetre esküdtek, de Black Clansman is kapott ugye jelölést tőled is, és Sorter pedig a Mary Poppins visszatért tartotta esélyesnek. Uh-huh. Na, vizuális effektusok. Legjobb vizuális effektusok, Bosszúállók, Végtelen háború, Barátom Robert Gida, Az első ember, Ready Player van, és a Solo egy Star Wars történet. No, hát itt nálunk a legtöbben a Ready Player One-ra tippeltek. A Gergő tippelt egyedül másra, ő a Bosszúállókra. Meglepő van. De ez egy fiaskó volt, mert az első ember nyert, és ezt nálatok eltalálta az Ákos, meg te magad. Mm-hmm. Valamiért a szemem előtt volt az Interstellárnak az Oscar díja, és azt gondoltam, hogy akkor megint díjazni fogják ezeket a nem annyira hagyományos CGI effektusokat, de abszolút szerintem meg között, meg a Ready Player One között pattogott a labda. Szerintem a Ready Player One az annyira rég volt már, hogy így elfelejtették, hogy ez így létezik. Úgyhogy... Hát csak a Ready Player One-t így mesterséges környezetben is rendezték, tehát ha jól tudom, ilyen, tehát az a szegmens, amiben ugyebár azok a karakterek vannak, hogy az úgy, ahogy van, ilyen
virtuális, tehát ilyen 360-a, vagy hogy rögzítették, hogy valami... Igen, bár most egy zárójelben mondanám, mert én most éppen Gyűrűk ura extrákat nézek, és a Gyűrű szövetségében... Mi, most éppen, miközben... Igen. Igen. És a Gyűrű szövetségében a barlangi trollos jelent, amikor Móriában megtámadja őket a troll, már akkor Peter Jackson az egy ilyen virtuális kamerával vette fel azt a jelenetet. Tehát fel volt építve a díszlet egy ilyen virtuális térben, és ő egy ilyen kis műanyag kamerával, érzékelőkkel eljátszotta a kamera mozgásokat. Tehát már 20 éve volt ez a technika. Tehát lehet, hogy ezért nem díjazták a Ready Player One-t, mert igazából csak szebb lett a grafika, de nem volt akkora forradalom. Ez csak egy ilyen érdekesség volt zárójában. Legjobb vágás. Na, hát Csuklyások, Black Huntsman, Bohém Rapszódia, a kedvenc, Zöld könyv és az Alelnök. Itt is mindenki össze-vissza szavazott, de a Bohém Rapszódia nyert, és úgy tűnik, hogy csak én találtam el. Közületek pedig Sorter, Black Sheep és Te magad. Ez az! Innen jön a comeback! Akkor kapunk Sorter, egy pontot. Sorter, Black Sheep és Freddy. Ez biztos csak a kakas miatt volt. Igen. Az Amadeus. Akkor ha jól számolom, akkor most 20-15 az állás, ugye? Hú, jövünk fel. Úristen, síralmas. Vágást az a Gábor pedig az Alelnökre szavazott. Igen. Azt egyébként még nem láttam, abban van valami truváj egyébként, hogy... Na, az abban jogos szerintem a jelölés. Tehát az ott tényleg ilyen, ez az Adam McKay az imádja ezeket a hirtelen bevágásos dolgokat. Úgyhogy én inkább annak adnám, mint a Bohém Rapszódiának, de hát Amadeus az Amadeus, tehát ez... Jajjá. Bár egyébként láttam egy ilyen kis jelentet újra a Twitteren, hogy mennyire iszonyatosan van vágva egy ilyen sima beszélgetős jelent. Ja, az ostor csapás? Hát nem is ostor, hanem valami beszélgetnek valami menedzserrel egy asztalnál, egy kávézóban. Igen, és azt mondom, hogy minden vágásnál volt... ilyen ostor. Ja, igen, és így úristen, tehát ez valami iszonyat, és hát... Jó. Hát ilyen elrabolva kettő, vagy három. Igen. Na jó, a legjobb smink, hát a világ legegyértelműbb díjazása, ugye az Alelnök nyert, Christian Bale, teljesen megérdemelte, mindenki eltalálta az égvilágon, úgyhogy akkor plusz 4 mindenkinek, minden csapatnak. 4-19, és ezt még a Gábor is eltalálta, úgyhogy itt 3-nál tart. Ja. Itt húzom mindenkinek egy strigulát. Na, András és Gáspár, ti vezettek. Hoppa. 7 teri találattal. Na, legjobb női mellékszereplő, ez Amy Adams az Alelnökért, Marina de Tavira a mi volt ez a Romából, igen, Regina King If Beale Street Could Talkból, Emma Stone a kedvencből is, Rachel Weisz a kedvencért. Itt nyert a Regina King, és ez általában ami full egyértelmű dolog volt, én nekem totál nem volt ez annyira egyértelmű, úgyhogy jól volna utána olvasni, de úgy látszik, te és a Lóri, ti jó helyen kerestétek az infókat, úgyhogy ti eltaláltátok, úgyhogy húzom itt a strigulát, és nálunk csak a Gergő találta el, és eltalálta még a Gábor. Úgyhogy 4 találatnál tart. Te itt amúgy az Amy Adamsnek adnál szíved szerint? Én neki adtam volna a jelöltek közül, de én azt hittem az Amy Adams most a sok jelölés után végre egyszer megkapja. Nem feltétlen ez volt a legjobb alakítása, de hát a Romásnak biztos nem adtam volna. Szerintem a két kedvenc meg így kilőtte egymást, tehát, hogy hát egy kicsit, megoszlottak igen. A díjak, vagy a jelölések. Hát a Rachel Weisztól nem sajnáltam volna még, ő még tényleg jó volt a filmben. Igen. Hát meg ugye már mind a kettőknek van Oscarja, Emma Stone-nak is, meg a Rachel Weisznak is, úgyhogy lehet, hogy emiatt nem annyira nyomták őket. Úr, meg kell nézni ezt. Mennyi? 26-20 nektek. Oké. Még nem merek hátradőlni, de már egy kicsit úgy kiengedem a levegőt. A legjobb férfi mellékszereplő következik, ez is én egyértelműnek gondoltam, de ugye Mahershala Ali nyert, de volt még előbb Adam Driver, Sam Elliott, Richard E. Grant és Sam Rockwell. Ezt a túnából mindenki eltalálta, közületek pedig
Sorter és Gergő. Igen. Meg a Gábor. Ja. Király, nagyon jó. Én Adam Driverre tippeltem. Itt jön képbe a kisebbséges Spike Lee teóriám, de egy kudarc volt az egész. Úgyhogy 30-22 az állás. Nem, ez egyre síralmasabb. Oké. Azt mondja, hogy te akkor te jössz most a... Ja, igen. Legjobb idegen nyelvű film. Kafarnaum, a remény útja, Hidegháború, Műszerző nélkül, Roma és a bolti tolvajok. Ez elég egyértelmű volt itt mindenki a Romára tippelt, ha már a legjobb filmnél is jelölve lett, ez elég egyértelmű volt. Úgyhogy ezt mindenki az égvilágon eltalálta. Úgyhogy megint csak húzom a strigulákat. Király. És akkor egyébként az árójelben mondanám, mit volt a nagy kétség bennem, meg a egész túlnáp csapatban, hogy vajon odaadják-e a Romának az idegen nyelvű filmet és a fődíjat is. Hát az idegen nyelvű a 100% volt, hát a főfilm az meg majd kiderül, de igen, itt azért nagy kérdések voltak. De előtte még jön a legjobb rövid dokumentumfilm, ami hát tehát nem azt kapta, aminek kellett volna, igen, úgyhogy fel kell gyújtani az akadémiát, hiszen a Black Sheep jelölve volt, és Ákos kivételével mindenki rászavazott. Ákos... Kiírtam még, hogy a Gáspár még azt is odaírta, hogy itt még a szinopszis sem kellett elolvasni a tipp előtt. Annyira egyértelmű volt, hogy a Black Sheep nyer. Így van, így van. Úgyhogy szerintem ez újabb ilyen La La Land Moonlight eset, hogy nem rosszat olvastak fel a borítékból, mert a Period End of Sentence nyert, amire senki nem tippelt közülünk, úgyhogy botrány valóban. Tudtam volna, hogy Piri néniről szól ez a rövid film, akkor lehet, hogy meggondoltam volna magam. Igen. Bár a Black Sheep az is egy kisebbségről szól, egy ilyen fekete srác megveréséről, úgyhogy ez kétesélyes volt. Ja, 34-26 marad az állás, mindenki félretrafált. Akkor te jössz. Legjobb dokumentum. Igen. Legjobb dokumentumfilm, Free Solo, Hill Country This Morning, This Evening, Minding the Gap, Apákról és Fiaikról és RBG. Ez volt az öt jelölt. Ezt is utólag tudtam meg, hogy ez a Free Solo, ez viszonylag tuti befutónak számított. Én itt még meg is néztem az előzeteseket, és megint csak a kisebbségi teóriám alapján a Hill Country This Morning, This Evening-et választottam, holott az előzetese is borzasztó volt szerintem. De ez a Free Solo, ez diadalmaskodott, és ezt nálatok eltalálta az Ákos. Köszi, Ákos. Náluk meg a Sorter és a Gergő. Ó, jövünk fel, nagyon jó. És eltalálta még a Gábor is. Na, ez azt jelenti, hogy ti 35-nél tartatok, mi 28-nál. Nagyon jó. Jön a sálalalala szám, nagyon, nagyon jó volt. Egyébként nem rossz ez a szám, de tényleg van az a sor, amikor így egyszer elfogynak a szövegek, elfogy a dalszöveg, és elkezdenek sálalalázni. Vagy valami. Igen. Tehát igen, egyébként a dal egyébként nem rossz, nem, tehát nekem is tetszik, csak a refrén az úgy érződik, hogy mintha itt elfogyott volna az idejük, vagy valami, hogy itt kitaláljanak. A muzsika tévén szoktak ilyen stágerek lenni, a Postás Józsi meg a Kacor Feri, amikor nem sikerült szöveget írni, és a refrént éneklik újra és újra. Minden hát, esetleg... A papa piánál így mindent. Igen. Úgyhogy nem is mondom szerintem a jelölteket, mert totál egyértelmű, hogy a Shallow nyer, Csillag születik, mindenki eltalálta, úgyhogy ez egy ilyen biztos befutó volt. Viszont Lady Gaga nagyon meg volt hatva, bocsánat. Tehát igen, ja, hüppögött és elérzékenyült, hogy jaj, micsoda megtiszteltetés. Ja. Akkor hogy állunk? Bocsánat, beledumáltam. 39-32. Ne mondom el kinek. Legjobb animációs film, Hihetetlen család 2, Kutyák szigete, Mirai, Lánya jövőből, Ralph lezúzza a netet és Pókember irány a pókverzum. Itt jön az egy disclaimer részemről, nekem fogalmam nem volt, hogy ez a Pókember, ez tényleg ennyire esélyes. Én úgy voltam bele, hogy a Pixar film van, úgyis a Pixar nyer, úgyhogy legyen Hihetetlen család 2. Én voltam az egyetlen ilyen barom arc, aki ezt betippelte, úgyhogy mindenki más a Pókembert.
Úgyhogy itt vállalom a felelősséget, és húzom a strigulákat mindenkinek kivéve magamnak. Szerintem, ha egy árnyalattal jobban sikerül a Hihetetlen Család 2, akkor biztos, hogy az nyer, de szerintem úgy, nem azt mondom, hogy csalódás 2 volt, de nem hozta az első résznek a színvonalát, és ezért húzta be a pókember. Ja. A legjobb adaptált forgatókönyv, itt pedig itt elég jó egyébként ez a mezőn szerintem, Bellado Buster Scruggs, ugye a Coen testvérektől, a Csuklyások, Százan írták, plusz Spike Lee, Megbocsátasz valaha, If Bill Street Could Talk, és Csillag születik, itt pedig a Csuklyások nyert, kapjon valami fődíjat a Lee mester is, ezt Black Sheep kivételével mindenki eltalálta, Black Sheep az a Bill Street-re voksolt. Ez az ő pókembere. Így van, akkor mi kapunk 4 pontot, 3 pontot. Jó. Eredeti forgatókönyv, te ez. A pillanat, még itt közben írom, 47, 38, 9 pont különbség. Most már mindenhol tarolnunk kell. Legjobb eredeti forgatókönyv, a kedvenc, a hitehagyott, zöld könyv, Roma és az alelnök. Ezt tippelte, nem, a zöld könyv nyert, és ezt tippelte helyesen az András és a Gáspár, kétte volna. És nálunk jól tippelte Sorter és Freddy. Ebből na, is nagy akkor... botrányok lettek aztán. Ja igen, hát Spike Lee. Hát, hogy ez egy rasszista film, ez a zöld könyv, és igen, nem szabadott volna díjat nyernie. Hát ezt a legjobb filmnél vitte a maximumra. Ez egy jó ember aranyozott Nike tornacipőjében. Ja. Jó. 49-41 az állás. Black Sheep egyébként a Rómára voksolt. Oké. Okay. Esélyes. Figyelj, igazából volt benne ráció szerintem. Nátok a kedvenc volt még, igen. Esélyes. Jó. Na, férfi főszereplő, itt szerintem igen komoly csaták dúltak. Christian Bale között, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rami Malek és Viggo Mortensen, ők küzdöttek, és szerintem mind az öten remek munkát végeztek, úgyhogy bármelyik megérdemelni a díjat, viszont az akadémia az Rami Maleket jelölte, mint a legjobb, az év legjobbja. Ezt Gáspár kivételével mindenki eltalálta közülünk. Gáspár itt van a szobában. Egyszerű is hibázhat. Igen, igen, nem tud hozzászólni, de szerintem utólag kicsit megbánta ezt a döntését. Nem alakított szerintem akkorát a Cooper, hogy nyernie kellett. Hát a Defoe-hoz nem tudunk hozzászólni, mert azt szerintem senki nem látta. Mellettem nézte egy nő a repülőn, úgyhogy így néha belenéztem, és így nem Defoe-t. Hogy tetszett az alakítás? A kamerába nézett, úgyhogy gyakorlatilag ügyes volt. Na, ez elég jól sikerült akkor nektek. Mindenki eltalálta, és a Gábor is eltalálta. Így van. Jó, legjobb női főszereplő, ezt meg sem próbálom kimondani, a Romából a nő, Glenn Close a férfi mögöttből, Olivia Colman a kedvencből, Lady Gaga és Melissa McCarthy a Megbocsátasz valaha filmből. Én erre a mexikói asszonykára tippeltem, mert ahogy már mondtam, én próbáltam a Romának minél több díjat adni, ez egy fiaskó volt. Nyert az Olivia Colman, amit nálatok eltalált az Ákos, nálunk meg az égvilágon senki. Akkor Ákos erre jól ráérzett, mert igen, még a Gábor is a Glenn Close-ra tippelt. Mint igen, a Gábor elég biztosan beszélt róla, hogy na most a Glenn Close végre megkapja a díját, hát nem. Érdekes. Jó. Jó. Lady Gaga-ra senki nem voks. Ja, de, bocsánat. Vagy a Gáspár is, és Sorter meg a Sorter is. Ja. Hát szerintem a Lady Gaga-nál szerintem mindenki úgy volt, hogy megkapja a dalért, és utána a szem boldog lehet. Jó. Én mondjam a legjobb rendezőt? Mondhatod, jó. Igen, ismét Spike Lee, Pavel Pavlikovsky, egyébként nagyon meglepő, hogy jelölték. Legjobb rendező. Legjobb rendező, igen. Igen. Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón és Adam McKay. Csak két amerikai a
felhozatalban. És ezt is mindenki eltalálta, Alfonso Cuarón megkapta. Ez a második díja, vagy a harmadik díja? Már nem emlékszem. A gravitáció egy biztos kapott, meg nem tudom, az ember gyermekéért igen, de szerintem azért nem. Akkor ez a második rendezői oszkárja. Mindenki eltalálta. Igen. És akkor az állás 57-49. Na, és most jön a legjobb film kategória, erről elég sokat cikkezett mindenki előtte, hogy ilyen érdekes jelöltek vannak itt. Fekete Párduc, Csuklyások, Bohém Rapszódia, A Kedvenc, Zöld Könyv, Roma, Csillagszületik és Az Alelnök. És a Csuklyások. Azt kihagytad, nem? Vagy csak... mint ha mondtam volna, ja, de bocsánat. Csak a Csuklyások is igen, ott van. Már látom, hogy Spike Lee dörömböl az ajtón. Igen, igen. Kiálltad, motherfucker! Nem. Zöld Könyv. Zöld Könyv nyert, ezt nem tippelte senki. Senki nem talált. Kivéve a Gábort, rájött. Na, ez igen, igen. Igen, én, az a baj, hogy ugye én nagyon sok ilyen filmkritikusnak a Twitterét követtem, és ők iszonyatosan mennek a Zöld Könyv ellen, és ez annyira így beleette magát az agyamba, hogy én elhittem, hogy akkor egész Hollywood így gondolkodik, és hát rohadtul nem, úgyhogy látszik, hogy ez is egy véleménybuborék. A Roma, Roma az, ami elvitte a mi jelölt, vagy hát amire mi legtöbben jelöltünk. Úgyhogy a Zöld Könyv akkor... Hát. Nem tudom, mennyire fogunk róla beszélni egy évek múlva egyébként, mint a nagy Oscar film. Hát, szerintem többet, mint egy Holdfényről, meg Spotlightról, meg ilyenek. Mert láttál egyébként a Zöld Könyvet? Igen, igen, láttam. És nem tetszett? Vegyes, tehát mint film szerintem egyébként jó, meg van csinálva, de a rasszizmusról, amikor beszélni akar, az is iszonyatosan szájbarágos, és naív, és debil szerintem, tehát hogy ez nagyon kétélű dolog. De az tény, hogy emlékezetesebb, mint valóban az előbb felsorolt filmek, tehát főleg a Spotlight volt utólag ilyen, akkor tetszett, de egyébként ez a papírízű semmi. Szerintem az marha jó film, de abszolút nem éreztem azóta se a kényszerét, hogy én ezt újra megnézzem. Igen, arra, hogy... én sem. Ja. Jó. 57-49. Neki megy, mit kell néznünk? Köszönöm, köszönöm szépen. Hát akkor ugye én kitaláltam előzetesen ezt az három opciót, hogy három ládából tudsz választani, és mindegyiket meg kell szagolnod, hogy melyik büdösebb, és akkor a kevésbé büdöset választ. Ebbe így halandó vagy belemenni, vagy igazából mindegy, mondjam a kedvencemet. Figyelj, itt nincs jó döntés, tehát hogy itt teljesen mindegy szerintem, hogy... hogy mi lesz. Ne, szerintem mondjad, mert itt kapni fogok a többiektől. Jó, jó, rendben, rendben. Akkor a idei film, amit meg kell néznetek, nem más, mint a Toxic Avenger című trauma film. Oh. Ez egyébként én annó, most tudom, hogy ezt nem hiszed el, de én a Török Szárvosz a legnagyobb jó indulattal adtam, mert én imádom azt a filmet, mert hogy mennyire rettenetes. Ez lesz a másik. Ez a másik kísérletem ugyanerre. Szintén ez az egyik kedvenc rossz filmem. Ugye ez a Troma stúdió gyártotta a 80-as években, és egy ilyen hát elég furcsa fejű nukleáris balesetet szenvedő főszereplőről van szó. Annyira ez rossz, a leghíresebb Troma film. Így van. Ezt láttátok, vagy látta valaki vajon közületek? Hát a Bad Movies frakció garantáltan. Gergő nem hiszem. Én csak annyit ismerek, amennyit az Angry Video Game Nerdből lehet róla tudni, meg azt hiszem a Lloyd Kaufman, vagy hogy hívják, igen, azt, igen. Azt a elmeháborodottat. Ja, igen, ja, ő az. Jó, én láttam pár Troma filmet, ezt pont nem láttam, bár erre mondják, hogy ez a legjobb. De jó. Na, hát akkor ennyi. Szerintem most azért talán ez annyira nem lesz nagy megrázkódtatás, mint a török sok. Igen. Jó, oké, okay, akkor nem áruljuk el, hogy mi volt a többi választás, majd jövőre. Újra felhasznosítjuk. Jó, hát köszönöm. Azt nem tudod, véletlen tavaly mennyivel kaptunk ki, mert itt, mint hogyha egy ponttal, lettem. Ha jól emlékszem. Igen. Egy vagy max kettő, tehát nagyon-nagyon szoros volt, arra emlékszem. Hát most nem lett annyira szoros. Nem. Ja. 57-40. És akkor még bemondom, hogy kinek volt a legjobb helyes tippje. András, 16 pontod. Aztán mindenit.
Egyébként a... Ti nagyon jól álltok nálunk. Na. Sorter tippelt legjobban 14-jel, uh-huh. és szerencsére nem én voltam a legrosszabb, hanem a Black Sheep 10-el. Úgyhogy, jó. Ja, Gábor mennyi? Gábornak 13 volt, amivel a harmadik legjobb, 3-13-ason. Még a Lórinak volt még 13, uh-huh. Gergőnek meg a Gábornak. Ja, 14 volt az Ákosnak, meg a Gáspárnak, meg a Sorternek. Hm. Jó, hát ez egy nehezebben megtippelhető Oscar volt. Abszolút, látszik is, hogy nagy volt a szórás. Ja. Jó. Király voltam, hogy én tökre élveztem már a tippelést is, meg aztán az izgulást is, meg utólag látni a díjazottakat, tényleg zöld könyv, tehát senki nem, nem tippelte meg. Még az jutott eszembe, ez nyilván a jövő zenéje, hogy jövőre esetleg valahogy a hallgatókat is belevonni ebbe. Nem tudom, lehet-e olyan Google Drive-ot, vagy akármit csinálni, hogy a hallgatók beküldik a jelöltjeiket, és aztán az automatikusan ugye összeadja a pontokat. De szerintem király lenne, hogyha mondjuk kihirdethetnénk egy hallgatói győztest is, aki mondjuk a legtöbb pontot ért el. De uh-huh. erre majd még visszatérünk. Én ennyire nem értek a Google Docs-ikhoz. De... Van valami ilyesmi, egy angol vagy amerikai podcastben csináltak hasonlót, tehát hogy meg lehet oldani, most van egy évem ezt kitalálni, hogy de szerintem király lenne. Úgyhogy majd jó. És a nyertes megnézheti a Török Star Wars-t. Így van. Egyébként ez tényleg nagy ajándék. Ez egy olyan film, amihez nincs fogható, tehát az önálló kis univerzum. Azt aláírom, de ajándék szó az nem jutott eszembe nézés közben. Az nagyot. Igen, az egy nagyon durva összeomlásod volt. Én nem is emlékszem a rossz PC-s időszak óta ennyire durva a Freddy Rage-re, úgyhogy bocs. Amikor azt kell mondani, hogy még a kávés cigarettának is több köze van egy filmes végtermékhez, mint a Török Star Wars-nak, akkor... Jó, melyiket néznéd újra, a Török Star Wars, vagy a legendás állatok megfigyelést? Ezt múltkor azt hiszem kérdezte valaki a podcast elején eldöntendő kérdésnek. Hát amelyik a rövidebb? Ó, hát akkor Török Star Wars. Hát akkor, na, tessék, van annál is rosszabb. Meséltem egyébként, hogy letiltották az audio kommentárunkat? Micsoda? Ja. Ne! Volt egy olyan verzió, hogy a kép és rá a mi hangunk, és letiltotta az a török forgalmazó azzal, hogy copyright, és az a film, ami kb. 70%-ban más filmekből lopott dolgokat, tehát ez a pofátlanság. Úristen! Na ez... De mindegy, felrakta mind a videóra onnan. Ez zseniális. Ez zseniális, és van pofájuk tényleg, tehát Ctrl-C, Ctrl-V vágtak be jeleneteket a Star Wars-ban, és még ők perelnek. Tehát ez... Hát csak színek nélkül. Tehát igen. Még 120p-be, jó. De hát akkor is. Na jó. Toxic Avenger szerintem az nem audio kommentár minőség, de meglátjuk, megbeszélem a többiekkel. Azt nem ígérem, hogy legközelebbre. Jó, persze. De szerintem áprilisban majd szerintem mindenképp beszélünk róla. Mm. És köszönöm, hogy egy kicsivel feljebb vittétek a bűnti szintet. Túl egyértelmű lett volna bedobni egy török Rambót, vagy egy török Supermant. Az is rajta volt a listámon, de azt gondoltam, hogy akkor legyen egy kicsit ilyen befogadhatóbb, de szórakoztató alkotás. Hálásak vagyunk. Na, király. És egyébként ez még a 80-as években jó kis maszkos, gumimaszkos korszakba készült, tehát a kivégzések, aha. meg az akciójeletek alatt is örömkönnyeket fogsz hullajtani remélhetőleg majd. Ó, biztos vagyok benne. Ebből két rész is volt, azt hiszem, nem? Szerintem négy is. Négy? És volt már, amikor már fia volt, meg unokája, és kis toxi volt. Ez egy igazi franchise. Szuper. Na, köszönöm, jó. Freddy, egyébként, hogy így megcsináltad ezt az Excel-t, meg az egész játékot, hogy összefogtad. Úgyhogy... Hát munkaidőm alatt csináltam. Oké, okay. Úgyhogy... akkor a munkáltatónak. Munkáltatónak, igen. De is csókoltatjuk. Oké, okay. Hát akkor köszi hallgatók is, hogy velünk tartottatok, és annyit tudok mondani, hogy egyébként vannak jó Oscar filmek, ezeket ki is emeltük a beszélgetés során, ez mindenképpen majd ezeket pótoljátok be. Nektek, bocsánat, készült már Oscar adásotok? Én kicsit most le vagyok maradva. Igen, igen, való. Hát az Oscar előtt pár nappal így a hagyományos Oscar kibeszélünk Gáborral, úgyhogy a legtöbb filmet meg is tudtuk nézni addig ilyen elővetítésekkel, meg ilyennel, úgyhogy
Na, hát akkor azt mindenképpen hallgassátok meg, ugye mi idén is azt terveztük, mint minden évben, hogy várunk az Oscar lecsengjen, és akkor utána egybe beszélünk az összes filmről, meg az összes díjazottról, csak most kicsit keresztül húzta a számításunkat ez a 2 hét vagy 3 hét külföld, úgyhogy most kicsit csúszásban vagyunk, de igyekszünk bepótolni mindent, és akkor egy körülbelül 6-7 órás adásban lesz majd szó az összes mindenségről. Úgyhogy igen, ez a nyögés, ez Gáspár volt. Én személy szerint rettentő módon örülök, hogy az Oscar témát végre idén lezárhatjuk, mert már agyamra ment be valami szintén, de ez a sok cikkezés, sok Spike Lee, sok hiszti. Jaj, nem. Igen, nem, meg a host nincsen, meg akkor most igen. Rasszista, nem rasszista. Ja, homofób. Hát most a Captain Marvel-rel megy a pocskondiázás mind a két oldalról, gondolom, az akkor kevésbé követett. Én azt leszarom. A marcangolja szét egymás az mindenki. Én a páholyból nézem. Jól van, hát akkor ennyi volt idén a nagy verseny, jövőre ismét köszönjük. Akkor gratulálunk tartatjuk. A Tunabnak, mert ez nagyon magabiztos győzelem volt, a filmbarátoknak mindenképp korrepetációra el kell járni, ez így nem maradhat. Jó, hát akkor hamarosan újra jelentkezünk, addig is minden jót kívánok nektek, hallgassatok sok filmbarátokat, meg egy kis Tunabot is azért, ha van időtök. Minden jót kívánok nektek, sziasztok! Sziasztok!